megláttalak az árt osztályon, azonnal belét szerettem halálosan. A csodálatos csillogó szemed, a furcsa tested és az izgató leheleted mind azonnal lenyűgözött és letámadtalak, és azonnal ott az enyém lettél, te drága. Kiengedtek a kórházból, boldogan haza kísértelek kis pince lakásomba, és ott csodálatos napok következtek, mert minden 10 percben megkívántalak és magamévá tettelek, és te ezt bírtad és szeretted, de mégsem volt neked elég ezért. Felhívtad a régi barátaidat és szerelmeidet, és azok is oda jöttek, és ez nagyon idegesítő volt, és furcsa, de egy idő után megbékéltem veled, mert ha te szereted őket és fontosak neked, akkor én is elfogadom. Én nyitott vagyok, én toleráns is elfogadó vagyok, mert annyira szeretlek, te drága, őrült Klára. Te drága, te őrült, rettenetes, csiklandozó drága. És a többi szeretőddel békében ellenni. Főztem rájuk, vasaltam, mostam, bevásároltam, és ez nem is volt rossz. De egy idő után egy kicsit ideges lettem, és gyümölcs helyett egy motorfűrésszel állítottam be a lakásomra, és megszabadítottam ezeket az embereket az életüktől, és magamat a gondtól. Utána Kláró, végre ismét az enyém lettél, te gyönyörű drága. Egy kicsit féltél, mert nem tudtad, hogy most mit is kezdjél velem, hogy téged is megöllek, te drága. Nagyon jól el voltunk, és nagyon sokat szerettük egymást, azonban kiderült, hogy te kicsit beteg vagy. És amikor bekísértelek a nemi beteg gondozóba, az orvos elhűlt, és azonnal műteni akart, leműteni rólad a féltested, de te időközben megszültél egy csodálatos kis pici babát, aki talán az enyém is volt. És a szülésbe belehaltál, és itt hagytad nekem ezt az icipici kis Klárát. És én azóta etethetem, főzhetek rá, és annyi gondom van vele, bár minden napom általa veled van. És veled vagyok gondolatban örökké, és rettenetesen hiányzol nekem már, Klára. Gyere vissza, gyere vissza, örökre itt várlak te!
Azóta felneveltem a gyereket, a kis Klárát. Jól van, bent van az árt osztályom.